A szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait július 26-án este hirdetik ki. Ezek elsőként a www.felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, még aznap este SMS értesítést is kapnak a felvételi eredményeikről. A felvett hallgatóknak még a nyáron meg kell igényelniük a szeptembertől használható diákigazolványukat is. Az értesítés készhezvételét követően a felsőoktatási intézményekben jelentkezett hallgatók feladata, hogy diákigazolvány igénylése céljából felkeressék a hozzájuk legközelebb eső kormányablakot vagy okmányirodát. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap az ország bármelyik kormányablakában díjmentesen igényelhető. A NEK adatlap igényléséhez vagy igénylése során aláírás és fénykép felvételezése történik a kormányablakban, amely után készhez kapja a leendő diák a NEK adatlapot az érvényes NEK azonosítójával. Ezt követően a diákok feladata, hogy ezt a NEK azonosítót eljuttassák a felsőoktatási intézménybe, amely a későbbiekben rendelkezik majd a diákigazolvány kiállításáról az oktatási hivatalon keresztül. Fontos, hogy a felvett hallgatóknak nem kell megvárniuk a beiratkozást, akár már másnap is megkezdhetik az ügyintézést az ország bármely kormányablakában. Azok a hallgatók, akik más városban kezdik meg tanulmányaikat, és ott kollégiumban vagy albérletben fognak lakni, be kell, hogy jelentsék az új tartózkodási helyüket. Ehhez szükséges a szállásadónak a nyilatkozata, amelyet megtehet a lakcímbejelentő lap aláírásával, illetve nagyon fontos még a szállásadói jogosultságnak az igazolása, ami történhet adásvételi vagy bérleti szerződéssel, tulajdoni lappal, illetőleg, hogyha az ügyfél ezzel nem rendelkezik, akkor a kormányablak ügyintézője a földhivatali nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi ezt a jogosultságot. Ehhez elegendő, hogyha az ügyfél magával hoz egy pontos helyrajzi számot. Jelenleg is zajlik a július 12-ig módosított jelentkezői adatok, benyújtott dokumentumok feldolgozása. Minden jelentkező csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt.